Rossz csillagok járnak, pusztulunk, evődünk. Fagy, rozsda és árvíz mindent elvisz tőlünk. Gyertek ki, szegények, jószívű polgárok. Megírtam a versem. Csak ezt hallgassátok. Nem kell most aratni, sem pedig kapálni. Ráértek a versem keresztül vizsgálni. Nem írtam hamisat, hanem igazságot. Nem tetszik a versem, vegyetek újságot. Aki a versemnek mégsem akar hinni, az a disznótorban meg fog betegedni. Megtudhattok tőlem jó és rossz híreket, hogy más környékeken mi újság lehet. Van benne életút, gyilkosság, rablások. Mind kézre kerültek a rabló zsiványok. Hallottad-e hírét a híres bakonynak? Sötét erdejében legények bújdosnak. Hogyan is hallhattad? Hisz hallgatott minden. Titkot őriz az öreg fa, száját bezárja a sok mindent látott országút. A csárda romjain szél süvít, de szavát senki sem érti. Hasznos növény mellett sokszor nő oly dudva, mely még tűzre se jó, csak úgy áll az útban. S vagy megbotlik benne némely jótét lélek, vagy mérges gőzivel kárt tesz a vidéknek. Ilyen országunkban az élősdi betyár, kutyafajta, mivel mindenkor rosszban jár. Ilyenekről szólok most sorai mentében, akiknek a neve régtől ismert lészen. Sobri. Sobri Jóska, akiről beszél. Hát, mégis megtaláltam Mari nénit. Pedig nem volt egyszerű a nyomára akadni. De végül sikerült. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen örömmel fogad majd. Olyan a mosolyod, mint az édesanyádé. Amikor megismerkedtek, anyám 19 éves volt, Marika pedig 16. Ebben a könyvben olvastam róla először. A könyvet Kesselstadt Antónia írta, az édesanyám. 1843-ban jelent meg német nyelven. A címe Sobri a legnagyobb magyar rablóvezér. Anyám írónő szeretett volna lenni, de végül csak ez az egy könyve jelent meg. Részben saját élményei alapján írta, részben fantáziájára hagyatkozva. Ezért kezdetben nem is tudtam, hogy Mari néni valóságos vagy kitalált személy. Aztán 2 évvel ezelőtt anyám meghalt, és amikor rendszerezni kezdtem a hátrahagyott iratait, rátaláltam Mari néni leveleire. Alig hittem a szememnek, amikor az első levél alján megpillantottam a Sobri regény egyik főhős nőjének nevét. Tisztelettel üdvözli Répa Mária. Kezdhetjük, Mari néni? Arról beszéljek-e, hogy született? Az bizony. Koponyán kopogó, viharos egy nap volt. Nem dörgös, nem kő, csapna belé, hogy az a Katinka épp ebben a fránya időben szülne. Valami baj lesz. Vagy az asszonykával. Istenem. Hatalmas, nagy területű ember az a István. Adjon be! Ja! Na hát, csak hogy ide értem valahogy ebben az
átok időben. Hála Istennek, hogy eljött, Bori. Csak, hogy eljött. Na, Katinka. Csak, hogy itt van. Úristen. Na, jól van, lányom, jól van. Na, Istenem. Hadd lássalak. Na, gyere, virágom. Úgy, szépen, lassan, lassan vigyázok. Úgy. Na, jó van. Jó van, jó van. Nézzük csak. Jaj, nincs már sok időnk. Mindjárt ajtót szakít magának ez a gyermek. Nem lesz semmi baj. Fiú lesz, meglát. A fiút az könnyebb. Jó van, lányom. Pálinka, ebből kettő. Jaj, miért ne jön már? Na, ott is vagy. Mindjárt egy pillanat, drágám. Hol a viszká, uram is te. Jó van, jó van, virágomja. Na, gyere, lelkem. Várjál meg. Na, nyomjad, nyomjad, istenseged elmével! Édes anyám, rózsapája, engem hajtott utoljára. Hajlottam az utcára, a leányok bosszújára. Na, mindjárt kihajlik ez a kicsi rózsadimbó. Nyomjad, lányom, nyomjad, segíts, hogy kihúznak! Látom a fejét! Látom már! A félig itt van már! Na most rajta! Fiú, ez lelkem, ahogy mondtam, fiú! Büszke lesz az uras Katikám! Ordítsa, angyalom, ordítsa! Gyere, szerelmem! Gyere, virágok! Gyere, szerelmet! Na, édes kincsem! Most hát a világra jöttél. Ne félj többé semmitől. Bori néni megvéd mindentől. Lüdérctől, Prikolicstól. Gyere, virág! Gyere, szerintem! Jaj, Istenem, segíts meg! Sok került egy ilyen vas csőrű madár az én kicsi csillagom kezébe, mi? Kérdezze csak meg édesapámat! Jóska! Jóska! Böske! Na, üljetek szépen mind asztalhoz. Gyerünk! Azta Isten, drága uram! Drága kis angyalom! De hiányzott már az ölelése. Jaj, de jó, szurke! Üljön asztalhoz, kész a vacsora. Hozom. Jó estét, István bátyám. Katinka asszony. Meghoztam az apró szűrt. Kerüljön beljebb. Köszönöm, csak a szűrt hoztam. Ma szerencsével járt. Nem volt károm, legyen hála Istennek. Nyugodalmas jó éjszakát. Isten megáldja.
Édesapám, nekem hozták-e? Gyere. Ez a tiéd. Na, milyen kanász fia lett magának, édesanyja? Szép. No, azért egészen elnekonász egy disznókölke. Még nem fejeztük be a vacsorát. Asztalhoz. A múltkor, amikor a Kundával az erdőben voltunk édesapánkkal, kavargó szélben, sűrű erdő közepében, felhőverő ágak alatt, térdig a farban. Hiába csipkodtam magamat, elöntött az álom. Mélyen elaludtam, körülöttem a sok malac, nem szaladtak el. Az egyik egészen közel feküdt hozzám. Egyszer csak a siska, az akancsi füstös fülű, azt suttogja a fülembe. Grófúr, grófúr, fordulj, fordulj. Megfordulok, hát egy pikkelyes lüdert tüzet fingik. Kerülj a Kundát, hogy vigye el. Rákjátok, állj meg, te pokolszikrája, apám kárát keresed? Hallgat, szeme, mint a bakmacskáé. Állj meg, te lüdért, itt van a kapcánba szorítva három macska szőr. Boni néni adta. Előhúzom, felmutatom. Szentelt víz a nyakadba, vastető a valagadba. Kis baltát röpítek rá, vitte ám a belét. De fényes csíkot húzott. Ez így volt. Én így. A lidércet megszalajtottad, hát a görbepistát meg tudnád ezt alajtani. Miért éppen görbepistát? Itt minek szalajszam meg? Mert engem a múltkor nagyon helyben hagyott. Görbét kerestem. Nem láttad, merre van? A padoknál szokott lenni. Majd még neked ez a szűr. Inkább érám élik. Valam vagy te görbe pustad. Úristen, itt tett kezet mersz emelni, te! Rám a bíróra! Na, takarodj innen, büdös parasztja! Takarodj! Uri menje! Uri menje! Uri menje! Na, mi szélhozott lelkem? Baj van, Boli nénye. Na, gyere! Gyere, csak gyere! Ez
Elszakadt a szőröm. Segítsen, néne. Elszakadt. Hát kivel akaszkodtál össze, te ördög fióka? Hm? Na, jó van. Mutasd csak azt a szakadást. Meg lehet foltozni? Hagylám. Hát mutasd csak a tenyeredet. Hát csak nem véres. Hát mit csináltál vele? Na, keresünk erre is valamit, ördög vigye. Na, előbb azt megfoltozzuk, aztán a kabát. A padlásra, szaporán. Gyere, gyere. Úgy, úgy. Tedd a lábad, mert utolérlek, hé. Azaz, jó van. Várjál, mindjárt jövök. Na, szőrtolom magam. Jó van. Na, üljél le ide. Mindjárt jövök, várjál. Várjál csak, melyik. Ez az. Itt van, amit keresünk. Na. Na, gyere, adj ide. Add ide a tenyeredet, azaz. Úgy. Ez majd összevarja. Csípi, nem baj. Erősebb lesz a markodban a bőr. Mire a szűrödet megvarrom, ez is összeforr. Aztán mire legény leszel, olyan gatyát varrok neked, hogy megvéd mindenkitől. Csak el ne felejts érte jönni. Jó. Én, Csányi Elek, esküszöm az élő Istenre és a keresztre, hogy bírói hivatalomat, amelyet Nemes Veszprém helyiségének választása által felállítottam, híven, igazán, jó lelkiismerettel szolgálom, és benne hűségesen eljárok. Nemes Veszprém helyiségének jövedelmeire nem csak, hogy vigyázok, hanem sem magam, akár titkon, akár nyíltan. Nem vesztegetem, és mások által vesztegettetni nem engedem. Sőt, Veszprém helyiségének jövedelmeit mindenféle törvényes utakon és módokon szaporítani, mindenféle kiadásairól és bevételeiről szorosan jegyezni, és mindeneknek eleget tenni iparkodom. Az Isten engem úgy segíjen. Igen. Igen, tisztelt vármegyegyűlés, minek utána megválasztottuk az új tekintetes szolgabírót, engedtessék meg nekem, hogy felolvassam egy levél tartalmát, melyet egy katona szökevény, egy körözött harami hajított be a házam udvarára, hogy engem megfélemlítse. Halljuk! Ebben, urak, mi hasznotok, hogy engem is sanyargattok? A teremtő jó Isten fizesse meg ezt innéktek. Ugyan, urak és ti bírák, hogy gondolkoztok életetekről, hogy ezt a sok szegénységet ilyen nagyon ostromoljátok? Gyermekeit katonának, magukat meg mindenféleképpen sanyargatjátok. Az Úristen vessen ki még az halóföldetekből is. Te, notárius, se pokol, sem mennyország be ne vegyen téged a veres kakas szájon keresztül a házadon. Ezen zsiványok és fosztogatásból élők megfékezésére én más módot nem látok, mint hogy vármegyénkben is a rögtönítélő bíróságok felállítottassanak. Hogy mondjam, helyesen! Darkavári gróf helyesen szólt. Éppen a rögtönítélő bíróságok felállítása érdekében én már meg is fogalmaztam ezt a felterjesztést a nádor úr felé. Úgy tapasztaltuk, hogy a gonosztevők ezen megyében napról napra szaporodnak, melynek élő bizonysága, hogy a tömlöcök a gonosztevőkkel annyira megteltek, hogy már alig lehet őket azokba helyezni.
emellett pedig gyakran megtörténni szokott éjszakai ház felverése, kiprédálásuk, erőszakos lopások, ragadozások, amint hitelesen jelentették. Ezen vármegyében a tolvajbandák, leginkább szökött katonákból álló haramiák is megsokasodtak, ezeknek kiirtására és az eláradott gonoszságok megzabolázására szükségesnek látja a vármegye, hogy azon végső eszköz, úgy mint a statárium törvénye szerint való büntetés, ezen vármegyében is felállítasson. Szintúgy javasoljuk a vármegyének, hogy Vas megyéhez hasonlóan nálunk is tiltsák meg a cifraszűrők készítését. Hogy a szegénységet felesleges kiadásokra, sőt, tolvajságokra ne késztesse. Ezentúl nyájőrző erdei embereknek veszprémi szűrt, bakonyi szűrt, cifraszűrt hordani nem szabad. A szűrnek használata örökre eltiltassék. Hasonlóképpen a nagykarimájuk alapoké is, minthogy ilyeneket leginkább gonosztevő zsiványok, s más e fajta emberek hordanak, hogy azok fedezete alatt bátran gyakorolhassák tolvajságukat. Isten segítse meg szolgavíró uramat! Nagy szükségünk volna most egy kemény kézre. Tudja, hogy a közbátorság fenntartásában a szentgáli vadászokra mindig számíthat. Ha nem bírná erővel a harcot a haramiák ellen, csak üzenje. Üzengessen néked, anyavajás minkű, tollas kecske. Elrendelem, hogy erődet bizonyítsd, hogy érdemes vagy céhünk tagjává válni. Verekedj meg Gubi Miskával. Thank you.
hazám. Utolsó próba. Azzal mi lesz? Hazám, Jóska. Az utolsó próba még hátra van. Kihez látogassunk el, fiú? A Edelényi kanálszhoz. Te, aztán mi dolgunk nekünk vele, ha? Kiütünk a királyság alól egy pár malacot. Ez az utolsó próba. Csak az lehet igazi kanász, aki a malacot lopni is tudja, meg kany nélkül is szaporítja. Bemész, vagy itt véradunk. Hallgass, Miska. Annyi eszed sincs, mint a malacnak. Kezem alá jönnek azok maguktól is. Igen, nagy aras lettél, Jóska sittyó. Hallgass! Körmű ez a malacocsi. Azt mondták, maga megveszi. Mindenfele, csak a nagy gyilkosság. Egy ez is, barírtat, adhatok én. Fogják meg! Fogják meg! Fogják meg! Fogják meg! Pap József, soborói illetékességű kanászbojtárt, Eszes Gergely kanász kárának megtérítésére, a megyebörtönében töltendő 2 évi fogságra, és minden harmadik hónap első vasárnapján 25 botítésre ítéli a bíróság. Vezessék el! Bocsásson meg, édesapám, hogy szégyent hoztam a nevére. Mozduljanak már! Na, mi lesz? Menjen már! Hozzák őket! NATO, tehát az írci börtön vendég szeretetét fogják kélvezni. Álljon rendesen! Ez itt Benkő Lázár Porkolába börtön ura. Itt a börtön törvényei szerint fognak élni. A törvények betartásáról én fogok gondoskodni. És nem bánok kesztyűs kézzel senkivel. Amint látom, jó ideig itt maradnak nálunk. Engedelmeskedjenek a hadnagy úrnak, aki nem engedelmeskedik kellően, az itt piheni ki magát. Imre, dug be őket a többi közé. Itt
Igyekezzen már, jöjjön enni! Fogsz megrohadni, te büdös paraszt. Fej! Te rohadt tetű! Mióta van itt? Három napja. Te mit tettél? Csak egy malacot loptam. De megfogtak. Szegény édesanyám. De sokáig nem láthatom. Két év. Aztán még vagy 10 lesz a katonaság, mire újra láthatod. Én már sose látom az enyémet. Hány évet kapott Kent? Holnap szabadulok ebből a világból. Isten tám megbocsát. De ha nem, hát úgy is jó. Gyilkolni nem kellett volna. Az bánom nagyon. Ezzel az egy bűnömmel kiérdemeltem az akasztófát. Jobb is nekem, ha vége lesz mindennek. Szenvedtem eleget. 12 évet szolgáltam a németnek, messze idegenben. Itthon semmi se várt. A mátkám régen férhez ment, már máshoz. Sehol se fogadtak fel munkára. Az én életem mindenestül oda lett. Csak az erdő fogadott be. A rosszabb bánya. De gyilkolni, az bűn. Az bűn, jegyezd meg. Menjen már fel! Szóval az anyjába. Menjen már! Menjen már! Hát te, honnan való vagy? Soborból. És te? Antalfáról. Hogy hívnak?
Lilium, Lilium Peti, ahogyan itt elnevezted. Vagy hogy hívtak előtt a barátomra, te nem is emlékszem már. Ha megillett téged is, átkereszelnek ide bent, ne félj. Ne pofázzanak. Imre, jöjjön ide, beszélni akarok magával. Parancsol atyára. Tudja, hogy vendégségnek szállunk holnap este. Kellene valami fiatal erős legény, hogy segítsen a cselédnek a konyhán. De nem valami gyilkost válaszol nekem. Az a kölyök arcú mit csinált? Melyik? Az az erős. Ja, az csak disznót lopott, de lusta az. Bízza rám. Húzza be hozzám holnap reggelre. Ahogy parancsolja, drága Boriska asszony. Vigyázz ebben az Imrével, hallod? Volt, akit már agyonvert. Formás asszony személy. Csak milyen állatférje van szegénynek. Ki az ura? Ne pofázz, büdös paraszt! Botozzátok meg! Majd megtanulja, hogy ne ugasson. A többieket vigyétek vissza! Eredj már! Mindenkivel megcsinálja. Istenemre elvágnám a torkát. Elén. Gyere. Szedd össze magad. Jó. Nem fáj annyira, amennyire vérzik. Ha én ütöttem volna őket, nem érik túl. Gyengék, mint a harmat. Vár csak ki a végét. Ha egyszer ez a mocsok megszeretett, már minden nap megcsinálja. Nesze. Felszedtem neked. Ne veszem kárba, egyél. Te, Sabori Jóska. Hadnagy úr, itt a fogoly. Márton, ültesse le, nézze meg, nem tetvesse a feje. Jelentem, alásom, tiszta. Na te lusta fajzat. Most átmegy a konyhára segíteni. De ha bármi rosszat hallok felőled, úgy megbotoztatlak, hogy nem kezd fel többet a deresre. Vigyétek! Thank you.
Gyere velem. Köszönöm a jóságát. Márton! Adja rá az inget. Vegye le a bilincsét és adja rá az inget. Sír az én galambom, keserbese. Ne sír, babám, majd kiderül még. El nem hagyna senki semmiért. Pont téged választott ki a parkolárni, asszonyság. Pedig vagyok én is olyan jó képű, mint te. És én aztán igazán boldoggá tudnád tenni, hallod? Túl sokan vannak abban a házban. Meg aztán ez az Imre is folyton utána koslak. De az asszony pillantása sem méltatja. Csak érem kacsinga. Hogy vonyít a kutyája? Te könnyen vagy, Jóska. Te elcicázol oda benne a konyhán. De én nem bírom itt még egy évig. Még 250 botütés, hát kell a francnak. Szöktek meg már innen mások is. Hát inkább az erdő, mint ez a tetves pincejük. Szökni? Hát meg lehet szökni innen. Húsvétkor. Kivisznek minket misére. Visszafelé az őrök mindig részegek. Akkor leszedjük őket a lábukról. Aztán Uzsgyi. Aztán hozzá el nekem azt a véggyolcsot a rőfüstről. Elhozom. Tubica. Elhozom én. Na, Isten áldja magukat. Yeah. 5 nap múlva itthon lesz. Ja, a bujkosom. Hogy végre elmentek. Tehetném, én mennék el innen. De így legalább 5 napig nyugtom lesz. Bár csak 10 napig tartana a megyegyűlés. Kocint velem, Jóska.
Mire hiszünk? A gyönyörű szemére. Ezeket sikerült szereznem. Nem volt talán időd, hogy valami jobb szerszámot keres. Teljesen megbolondít az a némper. Hát ezzel eltart majd egy darabig, barátom. Van még 5 napunk. Aztán fegyver volt-e már a kezedben? Fegyver? Nem. Na akkor jól figyelj rám, mert arra szükséged lesz. Ha jól akarsz célozni, akkor jól jegyezd meg. Várd be, hogy az áldozat közelebb jöjjön, mint 100 lépés. Ha 100 lépés távolságnyira van tőled, és a mellkasát akarod eltalálni, a fejére céloz. Ha messzebb van, úgy 200-300 lépésnyire, akkor legalább 1 arasznyival a feje fölé célzol, hogy a mellkasát találd el. Hm? Ahhoz, hogy oldalra ne menjen el a golyó, az a legbiztosabb módszer. A bal szemedet behúnyod, és a jobb szemeddel pedig a cső végét és a felhúzott kakast egy irányba helyezed a megcélzott személlyel. Hm? A panduroknak mindig töltött fegyvereik vannak. Várd meg, amíg lőnek. Ha lőttek ránk, utána fuss, mert utána van idő. Újra kell tölteniük a fegyvereiket, és az időbe telik, mert elég 2 balkezesek. Hm? Na. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ita missa est. Indulás, kutyák! Gyertek inni! A rohadt istenit! Hallod el, kutyát!
rohadt anyjukat. Fej, menjünk vissza a többiekhez, nehogy még többen megpróbáljanak meglépni. Vegyen példát róla minden apa, anya. Ne hagyja gyermekét kemény hideg vasra. Kemény hideg vasra. Tömlött szárkájába. Megszomjaztam, fiam. Mára elég ennyi.